Sok szeretettel köszöntöm a nézőinket és a hallgatóinkat. Bolánszki Szonya vagyok, a képernyő túloldalán pedig Szentes Róbert. Szia, Lóvi, Isten hozott, és nagyon örülök, hogy ismét láttak. Abból az apropóból gyűltünk itt ma ketten össze, hogy beszélgessünk a könyvedről, amely néhány héttel ezelőtt megjelent magyar kiadásban. És ugye ez egy nagyon komoly mérföldkő a te magyarországi közszereplésednek a történetében, mert hogy ez az első könyved, ami eddig angolul jelent meg, 10 évvel ezelőtt, és most megjelent magyar nyelven is. Milyen érzés volt számodra magyar nyelven olvasni a saját szellemi alkotásodat? Milyen megélés társult hozzá? Lóka. Nagyon érdekes érzés volt, mert én nem tudtam volna ilyen gyönyörűen lefordítani. Tehát tényleg a Bioenergeticnek le a kalappa, mert olyan profi munkát végeztek, hogy nekem csak lektorálni kellett, és egy-két szó javasoltam, hogy másképp írjunk, mert a technikai jelentése az úgy pontosabb, precízebb, de le a kalapa. Tényleg szó szerint elérzékenyültem, mert annyira szép, és tudod, minden nyelvnek megvan a maga energiája. Én angolul tanulom ezt most már nagyon hosszú ideje, és az angol az olyan nyelv, amilyen. Ő eléggé katonás, célratörő, ezt csinálod, azt csinál, bum, 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 könnyű a kifejezés. Tehát ez az elmei síkon, ez egy hasznos dolog, vagy jó dolog, mert az elméhez lehet egyszerű beszélni ilyen parancs szinten. Ez a hipnózis lényege, hogy parancsokat adunk az elmének, amit ő egyszerűen tud követni. A magyar nyelv az nagyon ízes, nagyon, nagyon kacifántos, és csodálatosan színes. És ahogy olvastam, mondom, ez valami csodálatos. Tehát tényleg egy új élményben volt részem. És én nem is hittem, hogy ilyen gyorsan piacra kerül, mert ugye rám várt Bioenergetic akár több mint egy hónapig, és egy másfél hónapig is, hogy lektoráljam. De azért tudod, ez egy több száz oldalas íromány, ez egy professzionális, ez egy szakirodalom, és azért ezt nem egy pár óra lektorálni, de így utólag én nagyon-nagyon boldog vagyok. Tehát tényleg így, ez egy ilyen közös munka ismét, hasonló a viszlátszorongás Hello élethez, hogy a közösséget szolgálja, segít az embereknek ébredni és gyógyulni. Milyen út vezetett a könyvnek a megírásáig, és az abban közreadott tudásnak a megszületéséhez? Tehát milyen utat kellett odáig bejárni? És aztán mi előzte meg, és a könyv megírását, és miért döntöttél úgy, hogy ezt a tudást, amit te összeszedtél, azt a tapasztalatot már a coaching tapasztalatodból, így összefogod, és egy könyv formájában kiteszed így a világ elé? A gyors válasz az az, hogy ahogy én elkezdtem felépülni, miután 30 évig kerestem a választ, és senki nem tudott igazán mélyreható gyógyulást adni, már volt mögöttem nagyon sok év szemináriumi tapasztalat. 2014-ben kezdtem el először írni a könyvet, és ugye előadó voltam már, szemináriumokat tanítottam mind a saját vállalatomnak, mind másoknak, és mint úgy nézek, ilyen guest speaker, és rájöttem arra, hogy magánklienseket fogadok, hogy minden embernek szinte van egy ugyanan alap, úgymond szükséglete, és ez az alapszükséglet, ez annyira hiányzik, vagy hát mai napig is hiányzik, hogy úgy éreztem, hogy egy dolgot teszek ezzel a könyvvel meg. Az embereknek így megadtam azt a lehetőséget, hogy legyenek tudatában egy teljesen más logikának. És ez volt igazán a lényeg. Hogy tudják a nyelvezetet, tudják a logikát, mert akkor nekem nem az elejéről kell kezdenem, hanem már tudok sokkal nagyobb áttörést nekik adni. És akkor ez engem inspirált arra, hogy összefoglaljam. Nagyon nehéz egyébként könyvet írni. Tehát a legtöbben arra szól, hogy jó, tudod, a Brian Tracy is, hogy figyelj, 3 hónap alatt összehozunk egy könyvet, jó, majd rájössz. És nekem is évekig gyűjtöttem az anyagot, évekig szortíroztam a fejembe, meg kalibráltam, meg stb. És nem volt az az igazi rögmentes út a könyv elkészítésében sem. Tehát attól függetlenül nekem megvolt egy Schatzmer KB ötlethalmazom, azért nem úgy sült el az első kiadás, mint ahogy én azt szerettem volna.
Én ez lett volna a következő kérdésem, mert azért nekem ugye privátban itt elmesélted ennek a kicsit vicces, kacifántos háttértörténetét, hogy hogy indult a könyv, ugye a szellemíró felbérlésétől kezdve, és aztán hogy született meg mégis a szellemíró mellőzésével, és te magad tetted és írtad meg ezt egy teljesen más közegben, mint amit megszoktál. Igen, elmondom gyorsan, mert valamilyen szinten egy nagyon érdekes egy tapasztalás volt. Kevin Csutótól mi megtanultunk még annó 2010-2011-ben, hogy a könyvek legtöbbét nem a szerzők írják, hanem szellemírók. És akkor ezen úgy hallottuk, de nem értettük. És Uli engem nagyon-nagyon tólt. Mondta, hogy te tiszta, ezért vagy jó vagy ebbe, ez neked a zsenialitásod, csinál, meg adjál már, tudod, minden jó, meg elkezdtem írni. És úgy működik ez a szellemírás, hogy találtunk Los Angelesben egy vállalatot, aki ilyen szellemírókat alkalmaz, és úgy működik, hogy telefonon több órát beszélgetünk, ők felveszik a beszélgetést, és akkor abból ők összeraknak egy könyvet. Na hát ugyanez történt. 5-6 órát töltöttem a telefonon, beszéltem, ők meg bólogattak, hogy nem, mivel telefonom volt, nem láttam, mit csinálnak. És egy ilyen egy-másfél hónappal később visszadobták az első, hogy mondjam, verziót. Akkor is sírva fakadtam, mondom, ezt nem én mondtam. És még úgy fogalmaztam annak, hogy ez a történet, ez egy ilyen gödörbe esett lónak a traumája. Én nem ezt mondtam, ez egy szakkönyv. Olyan szinten egy ilyen sztori, egy teljesen félreértelmezett sztori lett, hogy én fölhívtam a főnököt, és mondta, neki is Robert vagy Rob volt a neve, és mondták, hogy figyelj, ez így nem lehet. Én ezt a munkát nem adom ki a kezemből, ez nem én vagyok, nem ezt mondtam. Na hát akkor tudod, ő is egy kicsit meghökkent, mivel 13 ezer dollárt fizettünk csak ezért a szolgáltatásért, és azt mondta, hogy oké, akkor viszont ha én megírom, akkor ő segít majd szerkeszteni. Tehát most ez megint egy nagyon nagy teherlevétel volt a vállamról. És akkor ugye Ulinak meglátogattuk anyukáját rá egy-két hétre Németországban, a Bremenben lakik a Jeges-tenger mellett, és ők de alszanak 7-7:30-ig, én meg szeretek ilyen 4-kor kelni, és utána, vagy az alatt reggel 4 és 7, meg reggel 8 között én írtam. Az első 4 fejezetet Bremenben írtam meg. És utána meglátogattuk Uli húgát, aki Réda Wittenbrückben lakik, és ott is írtam egy kicsit, utána a Fekete Erdőben, az Elstal Hotelben voltunk 4 napot, az egy ilyen 7 csillagos szálloda, és reggelente írtam több órát. És az volt az a verzió, amit én már kimertem, vagy tudtam adni a kezemből, mert még büszke lettem. Visszajöttem akkor az Egyesült Államokba, maradék 10%-ot befejeztem, és akkor a szerkesztését rábíztam annak a szellemíró vállalatra, és megjelent. És 2015 elején, valahol olyan január és március között bestseller lett. Tehát ez a háttér története, hogy fölvettem a szellemírókat, utána kirúgtam őket, és utána rájöttem, hogy ezt a típusú tudást ezt csak én tudom átadni. És azóta is hajnalban szeretsz a legjobban dolgozni, én már megfigyeltem, mert még itt Magyarországon még, hogy túl vagyunk az ebédidőn, te általában már ébren vagy, és Igen. dolgozol. Igen. Szeretem, mert akkor csönd van. Még Kevin Trudeau-tól megtanultuk azt, hogy csinálj dolgokat, amikor a világ alszik. Akkor az energiák, a gondolatok és annak a befolyásoló ereje az nincs jelen. És akkor én, ugye minden embernek nagyon fontos a kreativitás, ugye, hogy nekem is, és ilyen csöndes órákban, reggeli csöndes órákban tudom ezt megélni. Hogyan tudnád néhány mondatban összefoglalni azt a hiánypótló tudást és szellemi útmutatást, amit a könyv a maga kategóriájában ugye nyújt az embereknek? Miről szól ez a könyv? Mit tanít? Mi az általános üzenete, hogyha ezt persze így néhány mondatban kellene összefoglalnod így gyorsan és könnyedén? Ha az ember elsőre beolvas, akkor lehet, hogy nem látja a zsenialitást és a finom ízeket benne, és amit én tanítok, ezt veled beszéltük többször, az egy logika. Nagyon fontos, ennek a logikának van egy nyelvezete.
Ez olyan, mint mikor kimegyünk külföldre, mondjuk te nagyon jól beszélsz, németül kimész. Tudod, Németország, és akkor németül beszélsz, logikusan, ami azt jelenti, hogy nyelvtanilag helyesen. Az elmének van egy nyelvtanilag helyes működése. Minél inkább ismerjük a nyelvezetet, a szókincset és a nyelvtant, annál precízebben tudunk kommunikálni. Ha az elméhez ilyen félszavakban szólunk hozzá logikátlanul, akkor fél megoldásokat kapunk. És pont ez volt az emberiség legnagyobb baja. Az emberiség túléléséhez és fejlődéséhez és az emelkedéshez elkerülhetetlenül szükséges ennek a nyelvezetnek és a nyelvtannak, azaz a logikának a tökéletes ismeretsége. És nagyon nagy nyomatékot teszek a tökéletes. Ez nem egy, tehát ez nem a perfekcionizmus, hanem egy nagyon előre haladott, erre mondom, profi tudás, oké. Okay. És Igen. amit én láttam, hogy én nagyon sokat utaztattam, tehát nem is, nem, nincs is szám már, nem tudom, 100 000, nem tudom. Lehet, hogy azt hiszem, hogy 100 000-nél abba hagytam a számolást, nem tudom. Az a lényeg, hogy maga az utaztatás az egy nagyon fontos technika, de az alatt van rengeteg plusz elmei struktúra. És az a lényeg, ahogy megyünk egyre mélyebbre, ahogy amit én úgy hívok, hogy töredezett elme, ez angolul úgy hívják, hogy split mind. Tehát ez egy olyan régió, hogy ahhoz, hogy a fényhez eljuthassunk, ezen át kell menni. Bármi nemű gyógyulás össze fogja töredezni az elmét, mert nem tudunk egyszerre kifesteni egy házat vagy egy lakást. Mindig lesz egy fal kész, akkor visszamegyünk, és az elme ugyanígy működik. Na, az a lényeg, hogy a töredezett elméről nagyon keveset tanítanak. Itt vannak a részkonfliktusok, itt vannak az értékrend konfliktusok, akkor itt vannak azok a ilyen megmagyarázhatatlan halk, picit már ez nincs, de mégis, tehát ezek az igazi erős, erős belső konfliktusok, itt vannak ezek a bipoláris és skizofrén aspektusaink. Az a lényeg, a könyvnek a nyelvezete ezt is gyógyítja. Nem csak a lineáris részét, ami legtöbb ember talán úgy hív, hogy utaztatás, vagy hallottam olyat is, nem tudom, egy párszor, hogy ez olyan, mint a theta healing. Ez nem, a theta healing az egy icipici része a logikus gyógyulási processznek. Tehát tök jó, semmi gond bele, az egy alkatrész a gépezetből. És hát a töredezett elmét is gyógyítja, és pluszba, ami nagyon fontos ebbe a könyvbe, az, hogy az önszabotás nyelvezetét is átadja. Amikor, és te tudod, hogy dolgozunk az expert coachban is együtt, hogy van ez az úgynevezett chunking, ezek a logikus szinten, ahogy el vannak akadva bizonyos gondolatok és minták a sejtjeinkben, úgy tudjuk csak felszabadítani, hogy egy bizonyos technikával, bizonyos kérdéssorozattal a válaszok ahhoz, hogy a sejtekből kiszabaduljanak ezek a megrekedősi minták, ugyanez a nyelvezet szükséges. Tehát Igen. van nagyon sok rejtett és bújtatott aspektusa. Igen, lényegében ez lett volna a következő kérdésem, hogy miben rejlik a te módszereidnek a komplexitása, mert ugye azért vannak más ilyen oldó módszerek, meg technikák, irányzatok többek között, ugye maga a Theta Healing is, amit te most említettél, de hogy a te módszered az ennél sokkal komplexebb, sokkal szerteágazóbb, részletesebb, és én magam is tapasztaltam már coachingban, hogy aki Theta Healinget ismer, vagy azokat az oldásokat ismeri, azt mondta, hogy wow, ez sokkal, sokkal másabb, ez több, ez egy ilyen sokkal komplexebb történet. Te hogyan fogalmaznád meg a különbséget? Mivel több a te módszered, mint ezek a más oldó technikák, akár a Theta Healing? Én szeretem a Theta Healinget, tehát semmi gond nincs vele. Én azt vettem észre már nagyon-nagyon korán, hogy a technikáknak a legnagyobb része egy bizonyos tartományt gyógyít csak. Az én módszereim, mivel mérnök vagyok, azt mondom, hogy ez nekem nem elég, mert nekem még itt is fáj. És úgy dolgoztam ki a technikákat, hogy ezt is, de ezt is, és ezt is. Tehát egy komplexebb, egy átfogóbb technika, egy összetett technikákat alkottam, mert ismerem az elmének a mélységét. A legnagyobb kihívás az embereknek az volt, és most az lesz, hogy nagyon keveset tudtak a töredezett elmeiről és az árnyvilágról. Tehát itt már szerintem otthon van az emberiség. Beszéljünk, mondd el a gyerekkorodat, tudod, van ez az inner child, az a belső gyermek, gyógyítsuk meg. Ez általában lineáris régiójában van. Viszont lent, itt lejjebb van egy úgynevezett, ezt tudják, hogy quadratic region, tehát van egy négyzetes tartomány, és itt teljesen más logika,
szerint kell működni, meg más integrációs technikákat kell alkalmazni. Tehát én ebben vagyok igazán otthon, hogy semmi baj ezzel, ez egy fontos rész, de én a mélységekben utaztam mindig is. És ez a könyvben megjelenő nyelvezet szükséges ahhoz, hogy ide le tudjunk menni a mélybe, és ezeket a sejtszintű alakadásokat feloldjuk. Lapozgassunk bele most egy kicsit a könyvbe, és ízelítő gyanánt nézzünk bele, hogy miről is szól ez a könyv egészen pontosan. Különösen azok számára javaslom majd, hogy figyeljen a következő percekben, akik mondjuk még csak gondolkoznak abban, hogy megvásárolják a könyvet, vagy nem tudják pontosan, hogy mi vár rájuk, hogyha megveszik, és kinyitják, és elolvassák. És ugye az első rész az rögtön azzal indul, hogy az elmének erről a sajátos logikájáról és működéséről írsz, a tudatos és a tudattalan elme viszonyáról, aminek ilyen kardinális jelentősége van, az van, hogy megértsük az egésznek a logikáját és a működését, és azt, hogy hogyan vonzuk be a külvilágból a dolgokat, vagy manifestáljuk őket. Hogyan határozza meg a mindennapi életünket az elme? Szuper kérdés, mert ha mindenki föltenne ezt a kérdést, nem lenne ennyi baj a világban. Az elménk, és én se tudtam róla sokat, igazán az hajt minket, az segít, vagy az befolyásolja a teremtésünket. Ha az elme üres, akkor jól vagyunk. Ha az elmébe programok vannak, tehát régi emlékek, traumák, bántások, csalódások, és így tovább, akkor azok újra és újra lejátszák magukat. Az elme az olyan, mint egy felvevőgép, egy végtelen mennyiségű adatot tud tartalmazni, és tudni kell azt is, hogy amit ő egyszer felvett, emlékek, benne vannak az ősi emlékek, azt ő szereti újra és újra és újra legyártani, lejátszani. És ez a kihívás. Tehát az, hogy legtöbb ember azt mondja, hogy figyelj, volt egy háború, nem is emlékszem rá, nem is éltem. De most ezek a DNS által átadott rezgések ott vannak mindenkibe, és ezért kellenek ezek az integrációs technikák, mert azt hiszük, hogy nincs hozzá közünk, azt hiszük, hogy nem a miénk, azt hiszük, hogy nem kell vele foglalkozni, viszont ez nem így van. És ezek az ősi minták, ezek most jönnek ki az embereken, és nem engedheti meg az emberiség magának azt, hogy erről ne tudjon. Tehát mi az elme? Az elme az élet. Az elme tartja a testet vagy egészségben, vagy betegséget teremt. Az elme az, ami vagy bőséget teremt, vagy szegénységet teremt, vagy a két állapot. Amikor az ember meg van akadva, vagy el van akadva, és meg van rekedve, az az elme programjai. És az a lényeg, hogy az alsó dimenziónál is a lényünket, az alsó, hát tudod, a több dimenziót, azt az a ego programok elfoglalták, az ego urai az elmét. És az lenne nekünk a dolgunk, hogy fedezzük fel ezeket a nem kívánatos mintákat, tanuljunk belőle. Nem kell haragudni, ez a lényeg. Nem kell haragudni. Azért, mert sáros a kocsi, attól az még egy jó kocsi, csak néha le kell mosni. És rengeteg ember retteg ettől a kocsi mosástól. Ez egy önmunkának. És ahogy takarítjuk ki az elmében, azaz semlegesítjük a régi emlékeket, úgy adunk magunknak teret a bőség befogadására. A kettő nem egy együtt. Nem lehet egy traumatizált, tele, idézőben tele emlékekkel lévő elmével jót teremteni. Ez egy nagy hiányosság volt. Mindig azt mondta, hogy csili-vili, tudod, szép kocsi, meg kacsalában forog a kastély, viszont senki nem mondta el, hogy annak ellenáll több tízezer trauma. Én meg pont erről beszélek. És most jött el az az idő, hogy az emberek már látják a szükségességét. Tehát mi az elme? A teremtői, hogy mondjam, háttérprogramunk, amit mi úgy tudunk írni, hogy az mind nekünk, mind a közösségnek kedvező legyen. A második részben olvashatunk arról, hogyha most egy kicsit tovább lapozunk képzeletben, hogy hogyan vonzuk, vagy taszítjuk ezeket a dolgokat, ugye, amikre vágyunk, amiket ugye elutasítunk mindent, amitre valójában vágyunk, ezt azért tőlem most már megtanultuk. És itt derül ki ebben a részben az is, hogy a legnagyobb akadálya életünk egyes területeinek az, hogy valójában érdemtelennek és méltatlannak érezzük magunkat azokra a dolgokra, amire vágyunk. Ezért utasítjuk ugye el. Ez,
ennek a mechanikája hogyan működik pontosan? Az egyszerű magyarázat az, hogy bármikor régen volt egy összecsapás, egy trauma, egy összeszólalkozás, Konfliktus. konfliktus, akkor rengeteg dolog nagyon gyorsan történik az ember elmében, ezek a gondolatok. Jaj, mi lesz velem? Kinyírlak, pofán váglak, mit képzelsz, ki vagy te? Tudod, ezeken nagyon gyorsan fognak. És mikor így őrjöngünk, ami igazán minden erős személyiségnek így bele van a csomagban, tudattalanul elutasítunk erőforrásokat. Na most akkor az se segít, hogy rengeteg tudod, verseny, televíziós programon keresztül minden egymás közötti beszélgetések alatt is kivetítjük a saját sebeinket a világra, másokra, és programozzuk a másikat. Elmondom, miről beszélek. Nem, visszamegyek egy kicsit először a konfliktusra. A konfliktusokban, amikor nem kapjuk meg, amire mi vágyunk, és ez azért van, mert nagyon sok kacifántos elmei program befolyásolja, hogy ezt meg tudjuk-e teremteni. Ez egy matematikai egyenlet. Ha mindegyik pólus itt a régi program azt mondja, hogy igen, ezt megkapod, akkor itt a fizikai síkon manifesteljük, amit szeretnénk. Amikor nekünk nem sikerült valami a múltban, nem sikerült rögtön megteremteni, vagy állandóan kihívásba találtuk magunkat, akkor egy olyan döntést hoztunk a tudat alatt, hogy ez nekünk nem jár. Ezt mi nem érdemeljük meg, ezt mi nem vagy, erre nem vagyunk méltók. És ezek mindegyik traumából jön. Most képzeld el, hogy van egy nagy szerelem egy férfi és egy nő között. Van, ami van, megy tovább, és egyszer csak felrobban az egész, mert ott voltak törzsfejlődési beépített akadályok, plusz a régi pszichopata rendszerbe nem akartak egészséges, boldog, szeretetteljes kapcsolatokat engedélyezni. És tudod, ennek mi voltunk a résztvevő és a játékosai. Amikor az embernek így felrobban a világ, akkor nem azt mondja, hogy jaj, de jó, mekkora hatalmas lecke, leülök, megtanulom, köszönöm teremtőm, hanem elkezd örjöngeni, mi ez a franc, mi ez a cirkusz, elegem van, ilyen nekem nem kell. És az a lényeg, hogy olyan döntéseket hozunk, hogy nem meggyógyítjuk magunkat, hanem elutasítjuk a további teremtését annak, ami eddig sikertelen volt. Bármi, ami nekünk fáj, azt nem gyógyítjuk meg, mert soha senki nem mondta el az igazi gyógyítás metódikáját, hanem próbáljuk magunkat védeni a további és a következő fájásoktól és fájdalmaktól, és ez a legnagyobb bajunk, hogy minél inkább védjük magunkat attól, amit nem szeretnénk, ez persze gyűlik és gyűlik és gyűlik, falakat tettünk magunk köré, falakat tettünk a szívünk köré, falakat tettünk az minden köré, az egész, ha energetikára megnézze egy átlag embert, egy vártoronyba bezárta magát, és ott próbál túlélni, ahelyett, hogy teremtene, és boldog lenne, és a közösség és a teremtőt szolgálna. És ez kell most újra drótozni magunkban, hogy ezt a régi sok sérelmet és fájdalmat, a traumáinkat elengedni. Bármikor valami nekünk nem sikerült, akkor automatikusan, tudat alatt kijelentjük azt, hogy ez nekünk nem jár. Ez ugyanaz az energia, mint amikor azt mondjuk, hogy nem érdemlem meg. Emlékszem még annó, még középiskolában voltam Budapesten, és valami vers most, nem emlékszem már a szerzőire, biztos, hogy valaki tudni fogja, és azt mondja, hogy hát ezt kaptuk mi osztályrészül. Ez jutott nekünk osztályrészül. És tudod, mindig ez volt a minden versnek az utolsó, ez azt mondja, hogy ezt érdemled meg, te, és akkor tedd be a saját izédet. És így szépen programoztak be minket. És azonban az ilyen típusú programozásokkal, hogy amikor az ember szomorú, meg nincs a toppon, akkor ezt elfogadja, és eszerint fog tovább rezegni. És ezért nem megy ez a sok ugribugri szeminárium, hogy benned van az erő, meg olyan jó fej vagy. Nem érzed magad annak, mikor ott van egy ősi traumacsomag, ami több száz, meg több ezer irányból támad. Tehát ezért írtam le, hogy bármi, ami nincs az embernek az életében jelen, és szeretnénk, nagyon fontos megvizsgálni, hogy érdemesnek-e hiszi magát, és méltónak hiszi-e magát arra, és tuti a válasz, hogy nem teljesen. Ez a hiedelemvilág, meg az elmevilág, az nem egy fekete-fehér világ. Ez egy megint egy kihívás, ez a töredezett elme. Picit igen, valami nagyon lángol, valami nagyon evidens, de legtöbb, hát nem. Ha az nem 100%-osan igen, ott gyógyítani való van. Ez a lényeg. És ebből
következik a következő témája a könyvnek, hogyha így képzeletben tovább lapozunk benne, ugye eljutunk ahhoz a részhez, amelyben a hiány gondolkodásról beszélsz. Ugye ez egy olyan típusú gondolkodás, amit mindenki csinál, de senki sem veszi észre, hogy csinálja. Hogyan tudjuk észrevenni magunkban a hiány gondolkodásnak a tüneteit? Ez egy nagyon fontos téma, és mondok először egy általános szabályt. Az a bőség tengerében élünk. Azt vagy látjuk, vagy nem. Aki látja, annak tiszta az elméje. Aki nem látja, annak az elméjében vannak ősi minták, lerakódások, családi minták. És az a lényeg, hogy a hiánygondolkodás nagyon domináns. A hiánygondolkodás úgy jelenik meg, hogy valaki fél pénzt költeni. Valakinek nincs pénze, valaki nem tud pénzt teremteni, valaki nem kíván a másiknak jót. Nagyon sok olyan tapasztalásunk volt nekünk is, hogy mi is úgy emelkedtünk és üritettük ki a elménket, hogy rájöttünk, hogy nagyon kell vigyázni, hogy mit osztunk meg másokkal. Főleg a sikert. Tudod, van ez a Misery Loves Company, tehát a szenvedés, a szereti a társaságot, és sajnos ez egy megint egy érdekes minta, de amikor mi elkezdtük így ismerősökkel, még barátok között is megosztani az a mi sikerünket, energetikai támadások alatt lettünk. És ez a hiánygondolkodás. Magyarul ez a dögölje meg a szomszéd tehene is, ez nagyon-nagyon-nagyon agresszív és domináns az emberekben, mert annyira az ego világában él, és olyan dühös az ő teremtés hiányosságára, vagy a hiánygondolkodásból származó problémák, hogy átkozza, és gyűlöletet, rossz energiákat nyom ki a másik irányába. És kézzel befolyásol minket is. És ebből jön a rossz karma, hogy mi nem is tudjuk azt, hogy jó fejek vagyunk, szóban jót kívánunk, de energetikailag érezzük, hogy ilyen keserű érzés van bennünk, hogy igazándiból miért neki, miért nem nekem, ez hiánygondolkodás. Hát nagyon-nagyon tele vagyunk mindenféle finom, meg nem olyan finom dolgokkal, és ez a hiánygondolkodás, ez abszolút, hogy ezt el kell engedni, mert nem engedjük magunkhoz a bőséget, és azáltal, hogy másra kivetítjük a mi, hát az ilyen hiánygondolkodásból származó gyógyulatlanságokat magunk, átkozzuk el újra és újra. Az új földön nem szabad másnak rosszat kívánni. Az egyik leggyorsabb útja és módja annak, hogy elkezdjünk bőséget tapasztalni, hogy másoknak kell jót kívánni. Na most ez mennyire szól eddig az alapgondolkodással szembe? Hát szinte 100%-ig. Nagyon át kell drótozni a kókuszdiót. Nem teheti meg az új ember, hogy nem mondja ki az igazat, és ha tényleg boldogan akarunk élni, akkor egymásnak segíteni kell, és nem egymást bántani azzal, hogy miért neked, miért nem nekem. Az igazi energiában az lenne a legjobb, hogyha azt mondod, hogy neked ez sikerült, mutasd meg, légy szíves, hogyan. Ez az új energia. Nem az, hogy tudod, mérgesek vagyunk a másik teremtésére. Azt is tudni kell, és ez fontos, hogy úgy volt programozva a külvilág, persze ezt az emberek elméje teremtette, csak nem tudták, mert annyira nem volt elmagyarázva, hogy voltak olyan személyek, meg ilyen kitüntetett rétegek mozgatva és jutalmazva pénzzel, hogy ők nem igazán a bőséget, meg nem igazán a jó gondolkodást reprezentálták, csak arra voltak, mint háttérszíneszek, hogy bosszantsák a jó szívű embereket. És ez a bosszantás, ezből is megint meg kell értenünk, hogy ezt direkt csinálták, hogy miért neki, miért nem nekem, azért, mert ez egy gép, az egy biorobot, és a biorobot, ő azt csinálja, amit mondanak neki, az igazi humán, az igazi csillagmagok pedig szívvel rendelkeznek egy jó elmével, és egy képességgel arra, hogy ki tudjanak szállni ezekből az elnyomó mintákból. Egy külön fejezetet szenteltél az egyedül léttől való félelemnek, ami valószínűleg megint csak mindenkiben ott rezeg. Milyennek az a gyökere? Miért félünk ennyire az egyedülléttől? Azért fél az ember az egyedülléttől, mert szeparációban él. Annó, amikor mi bevállaltuk a földi, hogy mondjam, tapasztalásokat, és a mi utunkat, a földi, hogy mondjam, ez a journey angolul, mi elutasítottuk a teremtőt.
arrogánsok voltunk, mindent tudtunk, és ez a mai napig tart, fölfedezhet az embereknek. És amikor elhagytuk a teremtőt, onnan született meg az elhagyatottsági traumák. És azok karmikus emlékeztető képanyagok, hogy figyelj, te hagytad előtt, nem téged az apu, csak tudod, az ego az mindig azt mondja, hülye apu, hülye anyu, és nem veszük észre, hogy mi vagyunk a hiány, meg az elhagyatott, mi vagyunk az elhagyott. És az ego mindig azt csinálja, hogy teljesen másra tereli a figyelmet, mint amíg az igazán van. Tehát ez is, hogy nem megy a kocsi motorja, akkor mindenki elkezdi a motort ütlegelni, és lehet, hogy nincs benzin, ami meg hátul van. Tudod? Tehát annyira logikában ez az egész eddig, hogy ez az egyedül lét, ez azért van, mert a teremtőnek elutasítottuk a bőségét, forrását és a segítségét. Az ego, már a nagyon aljas, alsó egónak olyan hiedelmei vannak, ami mindenkiben ott rezeg, csak nem tudnak róla, hogy ha sikeres akarsz lenni, akkor egyedül kell, hogy csináld. Ha céltudatosan akarsz élni, akkor az egyedül fogod csak elérni. Bármi, ami egy kicsit a nagyobb életről szól, akkor azt egyedül fogod csak elérni. És ez, amíg az ember ezt nem tudja, és ezek a hiedelmek nincsenek feloldva, bele fog futni ezekbe az akadályokba, mert a hiedelmünk teremti a fizikai síkon lévő életünket. És azért nagyon fontos, hogy a könyvben is a hiedelmekről beszélek, hogy ha ezt tudja az ember, akkor fel kell oldani ezeket a makró kapcsolókat, mert olyan gátak, hogy nem lehet rajta áttörni, nincs az a technika, amin ezen áttör, ha nem tudod, hogy mi az, ami igazán az utunkban áll. És az egyedül lét az egy ego trükk sorozat, az arról szól, hogy ne menj tovább, maradj, ahol vagy, légy mérges az Istenre, légy mérges a világra, és azt kell tudni, hogy aki most úgy érzi, hogy egyedül van, vissza kell göngyölíteni a szálakat, és rá kell jönni, hogy azért, mert nem közreműködünk a teremtővel és másokkal, nem együttműködés van, hanem szeparáció. Az ötödik rész megint csak egy olyan jelenségről beszél, ami szinte mindenkit érint, és ez az önbecsülés, az önbizalom kérdése. Mi akadályozza leginkább ezeket a belső értékeinket, ezeknek a kifejeződését, megjelenését, működését? Miért nem tudunk magabiztosak lenni minden helyzetben? A gyors válasz erre arra, hogy soha senki nem mondta meg nekünk az igazi utat és a receptet. Az ember úgy van teremtve, hogyha megmondják nekünk, hogy figyelj, Szonya, következő 3 hónap brutális lesz, de ez ide fog téged eljutatni, átmész a brutális korszak, de kirázod a kisujjadba, még akkor is a szenvedünk. Soha senki nem mondta el. Mindenki azt mondta, hogy 5 könnyű lépés, csilibili, barandára, csak amikor belefutsz az akadályba, akkor meg lehorzsoljuk a bőrt a térdig, azt mondjuk, hogy ez miről szól? Az a lényeg, lesz térkép nélkül mentünk el otthonról. A másik, meg úgy lettünk programozva az invertált matrixban, hogy ne érezzük magunkat értékesnek és jónak. Most ennek eszméletlen mély struktúrája van. Tehát még azt mondja, hogy nem vagyok elég jó, nem vagyok elég szép, ez csak felszínes. Ennek van egy nagyon komoly árny és tőárny aspektusa. Minden innen jön alul, és amíg ezt az ember nem tudja, addig mindig a felszínt próbál gyógyítani. Nem vagyok elég jó, nem vagyok elég jó, nem vagyok elég, nem, és így tovább, és ebben nincs megoldás. Erre mondom, ez a sztori. És a sztori alatt vannak olyan mikrokomponensek, ami már évmilliók óta ott van. Az önbecsülés csak akkor jöhet létre, ha felfedezzük a bennünk lévő értéket, ami a bennünk lévő értéktelenség elengedése után lehet. Minden, amit mi szeretnénk, az azért nincs meg, mert el lett utasítva, és az ellenkezője rezeg bennünk. Az 5. fejezetben beszélek még az elfogadásról. Egy tök hétköznapi szó. Elfogadásnak az ellenkező az elutasítás. Ez a szívtörés traumája. Rettegünk az elutasítástól, de csak az, mert a szívünk össze van törve. Akkor a spiri dumák azt mondják, hogy ilyen nincs, hogy elutasítás, bla 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 bla, oké, hegedű szó, stb. De van. Amíg mi nem lépünk át ezeken a rétegeken, addig úgy érezzük, hogy van. És az elfogadás az egy nagyon érdekes dolog, meg kicsit hasonlít a szeretethez, de amíg nem érezzük magad elfogadva, nem tudunk bőséget teremteni. Nem tudunk megjelenni az életben. Addig keressük az elfogadást, addig vannak ilyen kacifántos ezek a ilyen hozzáállások, amik kicsit alárendeljük magunkat, utána meg dühömbe kezdünk, és mikor dühösek leszünk, még jobban elutasítjuk azt, amire vágyunk. Nagyon-nagyon fontos ezt a logikát tudni.
Tudod, veled is sokat beszélünk így privátban, meg az expert coachon keresztül is, hogy eszméletlen profi, logika, illogika, és egy kacifántos cirkusz szerint működik az invertált világ. És ezt a cirkuszt kell, hogy mondjam, linearizálni, meggyógyítani, hogy amit mi szeretnénk, az úgy is legyen. És ebben az ötödik a fejezetben, ugye beszéltem akkor az önbizalom, önbecsülésről, nagyon fontos. És ez csak úgy lehet felépíteni, hogy elfogadjuk, megérdemeljük, méltónak érezzük magunkat, erre, meg arra, meg arra. Ezek a fejezetek így összemosódnak, meg összefolynak, és a végén, mikor már rájövünk, hogy mindegyikból van egy pici itt, egy pici ott, utána tudunk úgy megjelenni, hogy már ne kelljen bocsánatot kérni azért, hogy vagyunk, hogy ne érezzük magunkat kevesebbnek, vagy többnek, mint a másik, hanem legyünk magunk, és ezt az egyedi életkódunkat tudjuk továbbvinni és továbbadni. Hatodik részben van szó a személyes erőről, ami valami oknál fogva nekem a személyes kedvencem is, mert kiderül róla, hogy valami oknál fogva nem tudjuk megélni, és leginkább elutasítjuk, ugye, általában ugye a múltbéli traumáinkban, és ez mindenkit érint, tehát mindenki odaadta a személyes erejét, és nem érti, hogy miért van elakadva az élete. Mi ennek a személyes erőnek a definíciója, vagy mit takar ez pontosan, hogyan fogalmaznád meg, és miért nem tudunk élni vele? A definíciója, órákat tudnánk tölteni rajta, mert mindig van valamint finomítani. Minél feljebb vagyunk tudatosságban, annál kevésebb definícióra van szükségünk, de az lényeg, az erő, az a mi teremtő erőnk. Ez nem fizikai erő, ez nem a biceps, ez nem a súlyzózás, hanem ez a teremtő erőnk. A nőnek megvan a női ereje, ez a kaotikus érzelemvilág, amiből rá gondol, és bum, és materiális, tehát világot tud formálni. Az ember az egyedül lény, ami a gondolataival és az érzelmével fizikai anyagot tud teremteni. Na most, ennek az erőnek az alkalmazása és a bevállalása az, mikor mi az erőnkkel jobban vagyunk. Régi traumákban az történik, hogy az történt, hogy minket bántottak szexuálisan, fizikálisan, stb. És azt mondjuk, hogy oké, bennem nincs erő. Magyarul elutasítottuk az erőt. Amikor egy ember erejében volt, mint egy nő, például annó, még szabad volt, még nem volt, nem esett meg az első szexuális trauma, ő erejében volt, ő teremtett. Eszméletlen profin, bölcsen, boldogan teremtett. Jöttek akkor támadások. Erről beszéltünk ugye az expert coachon belül a szexuális traumáról. Letámadták a nőt, és a nő azt mondja nagyon gyorsan, a másodperc töredéke alatt, hogy húha, ha én erőmbe vagyok, akkor engem megtámadnak, lemondok az erőmről. Ha én a teremtő erőmet így használom, ilyen szabadon, akkor erről is lemondom, vagy leredukálom, és nem fogok szabadon teremteni. És ebből jönnek ezek a manipulációs minták, hogy minden, ami igazán egy igazi humánnak szükséges, azt mi megtagadtuk régi traumákban. Így volt a világ tervezve, így volt az invertált matrix programozva, hogy nehogy jól érezd már magad. És csak úgy tudtuk volna jól érezni magunkat, hogyha az elmei programokat kitisztítjük, semlegesítjük, és rezgésbe felülmegyünk ennek az folytó háromdimenziós invertált matrixnak a gondolkodásmódján. Tehát ez a személyes erő mihez vezet, és honnan tudják az emberek, hogy nincs? Hogy megtámadnak minket, akkor mi az erőnknek nem vagyunk tudatában, ez egy nagyon jó külső tükör arra, hogy huha, nekem itt pótolnom kell ezt a személyes erőt. Ha valami nem megy, a teremtés nem megy, a pénz, a kapcsolat, ami ott erőhiány van. Onnan is tudod, hogy valaki erejében van, ugye azért mi nagyon-nagyon intelligens lények vagyunk, hogy bemész egy szobába, és ha erejedben van, akkor megáll a levegő. Így mindenki így oda néz, hogy Atya Isten, azaz, akire így ránéznek, az az ember az erejében van. Nagyon fontos ezt a részünket pótolni, mert nagyon erős lények vagyunk, csak ezt az erőt mi megtagadtuk, mert félreértelmeztük traumákban, és ha ez nincs, nem áll rendelkezésünkre, nem tudunk teremteni szívből, nem tudunk sem igazán olyat teremteni, meg egy olyan életet varázsolni, amit mi a szívünkben, vagy tudod, ilyen magánbeszélgetéseken belül mi kimondunk. A hetedik részben beszélsz a félelmekről, az irracionális és a racionális félelmekről, akár ideértve a fóbiákat is.
Miért félünk ennyire? Miért ragaszkodunk ennyire, inkább így kérdezném, a félelmeinkhez, és miért hagyjuk, hogy ezek megbénítsák az életünket? A különbség a racionális és az irracionális félelmek között, hogy az irracionális félelem az sokkal nagyobb, tehát intenzívebb. A félelmek igazándiból csak egy integrálatlan tapasztalás. Tehát valaki most mondjuk mész az elvarázsolt kastélyba, és akkor tudod kérni egy szellemet, hogy bú, akkor tudod, az ember fél, elkezd félni. De miért félsz? Mert nem érzed magad biztonságban. Ez a biztonság hiány. Tehát vannak olyan alapszavak, erről beszéltünk, tudod, a hetedik fejezetben a biztonságról beszélek, a veszély, és annak a félreértelmezésről beszél. A félelem az egy nagyon érdekes dolog, ugye az az ego táplálja. Minél integráltabbak vagyunk, annál kevesebb dologtól félünk. Ez egy nagyon érdekes valami, mert én is átmentem egy millió félelmet. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem voltam tökös, meg nem voltam marha jó fej, meg stb. Nem volt nagy pofám, hanem még az ember kimond valamit, akkor mintha elakadt volna a torkunk, mintha valaki odarakta volna a kezét a torkunkra, az is egyfajta félelem. Nem akar, félünk attól, hogyha rosszat mondunk, megbántjuk a másikat. Félünk attól, hogyha kimondjuk az igazat, akkor nem kapunk fizetést, elveszítjük az állást, megtorolja valaki, bosszút áll valaki. De megint ez a régi invertált mátrix, nem szívből működtünk, hanem félelemből. Félünk attól, hogyha túl, ez megint egy hiedelem, csak mondom, hogy fontos az új embernek, hogy félünk attól, hogyha mi túl sikeresek leszünk, akkor mi túl, ezt tudják, hogy outshining others, hogy felülmúljuk a többit, vagy tudod, tehát fényesebben fogunk világítani a többi, nem akarjuk azt, hogy bántsanak, félünk attól, hogy megtámadnak, ha túl sikeresek vagyunk, inkább lemondunk a magunk sikeréről. És így működött az ember. Sok olyan több tízezer félelem, gondolat, hiedelem és stratégia van az átlagember fejébe, hogy ezért nem sikeresek az emberek. Ezeket integrálni kell, integrációs technikával, profi mentorokkal, ezt mondtam már többször. De az a lényeg, hogy nem tudunk félelemmentesen létezni, amíg precíz metodikákkal ezeket a félelmeket nem oldjuk fel. Az elme az nem csak egy felvevőgép, hanem egy ismétlőgép. Ami volt, azt több, mint a gépben, drödön, drödön, ugyanaz, 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 ugyanaz. És ez megy már évezredek óta, ugyanaz. Tudod, a történelem ismétli magát. Miért? Mert az elme ismétli magát, mivel feloldatlan traumáink van. És minél többet tapasztalunk meg egy bizonyos félelmet, irracionális félelembe is átmehet. És az irracionális félelmeket tudják, hogy fóbia. És minden fóbiának ott van a maga pszichológiája. Okay. Az utolsó előtti fejezet pedig a szeretettel kapcsolatos blokkokról és a sérülésekről szól. Eleve ez a fogalom, vagy az az érzés, vagy én inkább úgy fogalmaznám, hogy a szeretet az nem is egy érzés, hanem inkább egy állapot, ugye a flónak az állapota. És ez, amit általában nagyon sokan félre is értelmeznek, mert azt gondolják, hogy a szeretet az egy érzés. Te hogyan magyaráznád, te hogyan látod a szeretetet, mint olyat, és véleményed szerint miért blokkoljuk ennek a szabad áramlását? Válaszolok a második kérdésére először, és utána válaszolok az első részre. Azért blokkoljuk a szabad áramlását, mert tele vagyunk programokkal. Amikor azt mondom, hogy program, az egy ellenállás az igazi áramlással szemben. Ezek az ego programok. Gyógyulatlan régi bántásokból jönnek. Mikor azt mondtuk, hogy figyelj, ha ez a kapcsolat arról szól, hogy nem kell. És tudod, már ezzel csináltunk egy kvantum időségtörőt, és akkor szépen mindent elutasítom. Jogos, tehát én is azt mondtam, tudod, erre mondtam, innen jön az egyedül lét, és innen jön ez az izoláltság, hogy olyan sok bántás és tapasztalás, rossz tapasztalás volt részünk, hogy már nem akarjuk többet ezt megtapasztalni, viszont ezzel utasítottuk el a külvilágot. Megoldás, az egyszerű megoldás az, hogy integráljuk magunkat vissza a forráshoz. És akkor a bőség áramlik, és akkor ezeket az úgynevezett egyedüli, meg ellenálló, a múlt traumáit hordozó programjaitól mentesülni tudunk. A szeretet az nem az, amit nekünk így bemeséltek, vagy eladtak nekünk, így a hollywoodi filmekben. A szeretet az nem egy érzet. És
Ezt mondtam már többször is, ez egy kicsit ilyen rövidzárt okoz a kezdők fejében, hogy az érzelmeket az elme hozza létre. A 3D-s Matrixban ugye a szerelem az hozzá volt rendelve a szex, pénz és romantikához, annak a definícióihoz, ami hamis, de ezek azért, mert amikor az a három megvolt, a szex, pénz, tehát ez a romantik, az érzés, akkor éreztük magunkat biztonságban, és akkor a túlélési félelmeinket, ezeket felülírták. Az egész régi Matrix arról, hogy él túl. És ennek nevében olyan sok hamis programot futtattunk, hogy most látjuk annak az eredményét, ez a külső káosz, ami itt van. Az igaz szeretet a szívből jön. Az a baj, hogy a szívünk rongyá van törve. Az igazi, hát a humánnak az instrumentje, tehát a készülék, az érző készüléke az a szív. Ez irányít minket, ez odved, ezzel vagyunk a teremtővel kapcsolatban. Mi a baj? Nem vagyunk a teremtővel kapcsolatban, rongyá van törve, az elmében ott több tízezer ellenprogram, és fejből, búrhából, meg pocakból érzünk. Angolul tudom ezt csak, azért elmondom, hogyha valaki ezt így beszéli, hogy van a feeling a fejből, meg a pocakból, ez, amit eddig csináltunk, és van ez úgynevezett sensory feeling, ez az angol, tehát a sensory feeling. Ez, ami eddig nekünk meg volt tagadva a rengeteg traumák miatt. Ha ez van, akkor nem az a feeling van, hogy jaj, de boldog, hanem érzem ezt az áramlást, ezt az eszméletlen, csodálatos jelenlétet és a szeretetet. Teljesen más érzés, mint az ego által teremtett érzésük. És ugye, ahogy említettem, ez egy nagyon-nagyon nagy elakadás volt az embereknek. Az emberek mindig próbáltak ilyen eszmetlen komoly Jediktől tanulni először, mint amit mondtam, az a nagyon kedves Jedi férfi még a 60-as években is. Mondjuk, hogy feeling is a secret. Minek volt a neve. Az a lényeg, hogy ő igen, a szív, a sensory feelingről beszélt, a legtöbb viszont csak egóból tud érezni, mert gyógyul. És az a maj, hogy a régi mélyállal meg a programozás nagyon okosan csinálta azt, hogy mindennek több értelmet adott. Az elme egy értelmezőgép. Azt mondjuk, hogy ez történik a világban, ez azt jelenti, hogy. Ha ezt nem akarom megtapasztalni, akkor nekem ezt a logika szerint ezt kell megváltoztatni, de ez a logika, ez hamis. És ebbe bolondultunk bele, és ebből kell most kiszállni. Mondok még egy pár dolgot. Ahogy mondtam, az igazi szeretet az a szívből jön létre, és csak akkor generálható a háromdimenziós gondolkodásmódunkat elengedjük. A szív a teremtőhöz kapcsolódik, és itt nincsenek definíciók, nincsenek meghatározások, amikhez hozzászoktunk. A szívtörés traumájában tudom majd, hogy veled is többször beszéltük meg ez egy nagyon kacifántos és nagyon komplex trauma, és nagyon kell vele vigyázni, az egyik rétege a húszból az elakadásunknak, hogy ha nem kapunk meg bizonyos elvárt dolgokat, akkor úgy érezzük minket, hogy nem szeretnek. És akkor erre csináltam egy technikát, hogy nem mi hiányzik. Hát ez meg ez meg ez. Ha azok nincsenek pótolva, a külvilágtól várjuk el azokat, magunkban van az elakadás, mi utasítottuk el őket, és ebből egy eszméletlen egóharcja. És ezért tanítok az embereknek egy nagyon invertált logikát, hogy az ego támad, az ego aljas, az ego eszméletlen és nagy sokmester, merjél oda belemenni. Ha mészhez akarsz jutni, merj el a mélykaptárba belenyúlni, mert csak az az egyedüli útja, módja. Muszáj belenézni ebbe a sötét világba, a sötétséget, mikor átalakítottuk magunkban, utána találjuk meg a fényt. Még mondok egy-két dolgot, mert ez fontos. A háromdimenziós Matrixban úgy voltak a kapcsolatok felállítva, komponálva, összerakva energetikailag, hogy sikertelenek legyenek. Ez egy ütős kijelentés. Én is kétszer váltam. Miért? Mert traumatizál voltam, mert a szívem össze volt törve, és soha senki nem magyarázta el, hogy ezeket meg kell gyógyítani, és amit mi a másikba keresünk, az magunkon belül hiányzik. Tehát abszolút nem volt lehetséges egy igazi, abban szerető, boldog emberi kapcsolatban létezni ezekkel a régi programokkal. Most ez egy nagyon, 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 mi a jó szó itt? Egy nagyon költséges valami volt, anyagilag is és érzelmileg is, mert nagyon sokan beleestünk ebbe a csapdába.
ezt szintén át kell drótozni. Gyerekkorban, mikor minket megfosztottak dolgoktól, az is ennek a szeretet hiánynak lett értelmezve általunk az elme által. És nagyon sok olyan definícióba éltünk, meg kaptunk meg tanároktól, meg a társadalomtól, hogy a cselekedeten keresztül tudjuk csak megkapni a szeretetet. Szeretetélyesek vagyunk, figyelemélyesek vagyunk, elfogadásélyesek vagyunk, traumatizáltak vagyunk, és azért mondom ennyire jelse, hogy nincs más választás, bele kell lenni, bele kell tudod lépni, legyen meleg, legyen izzad, legyen ijesztő, de muszáj ezt feloldani, mert különben az igazi humán az nem fogja tovább ezt a típusú terhet viselni. Amikor már gyógyultak vagyunk, és az elme üres, akkor csak a lélek kapcsolat és akkor már teljességből tudunk működni. A Matrixban úgy működtünk, hogy a lelkünknek csak egy pici fragmentse, egy pici töredéke tudott bennünk létezni, mert az elme annyira tele volt, hogy nem fért el bennünk, hát most egy hülye hangzik, csak hogy kicsit ilyen a fizikai síkon a metafora, hogy nem tudott integrálni bennünk, mert annyira tele voltunk félelemmel és traumával, hogy nem tudtuk ezt a teljes szeretetet, a lélek és a szellemvilág szeretetét úgy átélni és elfogadni. Tehát eszméletlen nagy feladat áll előttünk, én ennek örülök, mert én átmentem ezeken a transformációkon, mert minket előre kiképeztek. Eszméletlen, hogy milyen fantasztikus út, mennyire másképp néz ki és működik, mint amit mi hittünk volna, de az emelkedőknek erre az új logikára lesz szükség. És bónuszként a könyved végén végül megosztasz két technikát is, amivel ugye már elkezdheti az önmagán való munkát, vagy a belső munkát, az elméjének a tisztítását az, aki a könyvet elolvassa. Milyen oldást, vagy milyen belső munkát céloznak meg ezek a technikák? Miben tudnak segíteni? Az első technika az egy, úgy érzik, hogy timeline. Úgy hívom, hogy time dynamics, de csak azért, mert arra volt engedélyem. Az eredeti timeline technika az a Dr. Ted Jamesnek volt a idézőjelben így a copyrightja. Na most bárki, aki visszaemlékszik a gyerek korára, az regresszióba megy, ez ők, hogy auto regression, tehát autoregresszió, ezt nem lehet copyrightra, nem tudom, hogy mit gondolt az a fasas, na mindegy. Tehát mindenki csinál regressziót, és mindenki csinálhat csak ezt a nevet, ezt, hogy timeline, ezt ő mindenki is hívják, levédette ezt a nevet. És azért nem használom, mert ahhoz neki kéne fizetni. Az mondjuk ki magyarul is, hogy idővonal egyébként, igen, a timeline. Idővonal hívják, oké, ezt nem tudtam. Igen. És az idővonal a technika, és amikor az ember használ ezt a timeline, vagy ezt az idővonal technikát, akkor régi, nem kívánatos, negatív érzelmeket tud vele elengedni. Vissza tud menni olyan eseményekhez, ahol emlékszik, hogy itt nem volt valami nem volt százas, és hiedelmeket és döntéseket tud felülírni és újra átérni. Minden hiedelmünk, minden, azt hiszük, hogy nem szeretnek, mi azt hiszük, hogy ez így működik, mi azt hiszük, hogy a nők azok csak a pénzt akarják, azt hiszük, hogy minden pasas hülye, mi azt hiszük, hogy okay, több ezer ilyen van, az azért van, mert régen mi így döntöttünk. Mi hoztuk meg a mi elménkbe egy rossz tapasztalásból azt, hogy ez így van. És minden döntés egy hiedelemhez vezet. És mikor visszamegyünk, tudjuk, hogy van, föl kell ismerni, és akkor visszamegyünk ilyen régi emlékem, és azt mondjuk, hogy oké, tudod mit? Mérges voltam, nem minden pasas hülye. Tudod mit? Nem minden hülye. Tudod mit? És akkor föl elkezdjük szépen kioldani ezeket a dühünkben megfogalmazott ilyen gyors, hogy úgy hívjuk conclusion, hogy a dühünkbe, a dühös momentjekben meghozott ilyen döntéseket, ha feloldjuk, szabaddá válik a tér, és nem kell hinni egy romboló mintában többet. Ez a lényeg. A másik technika, az pedig egy nagyon népszerű, az az üres szék technika, üres szék terápia. És ezt azért mutattam, mert ennél egyszerűbb technikáról nem tudok. Van az emberben két konfliktus, az egyik része úgy érzi, hogy nem vagyok elég jó, a másik meg logikusan tudja, hogy az, hozzárendelünk az egyik székhez a nem vagyok jó, a másikhoz meg a logikus, már egy magasabb tudatosságban lévő részünket, és egyik székből ülünk át a másikba, és a másik részünkhöz beszélünk. Ez egy nagyon fontos részintegráció,
ami azt mondja, a magasabb énünk megmondja az elakadt alacsonyabb énünknek, hogy figyelj, ne cirkuszolj, imádva. Mi az, hogy mi? Hogy mersz velem írni? És akkor tudod, amíg, ahogy az ember ide-oda pattog, mint a pingponglabda két hogy szék között, magában integrálja a magasabb lényét és az alacsonyabb elakadásait. Magyarul kiszáll mintákból, kiszáll önpusztító mintákból, kiszáll elakadásokból, és ez a technika ez nem csak a gestaltot, tehát az érzelmi részét, hanem a hiedelmet is feloldja. Integrálja a konfliktust, és az ember azt veszi, hogy már nem tudok már magam ellen több vitát, meg vitatható dolgot felhozni, jól vagyok. Na most mi a következő lépés? És akkor így megyünk tovább. Nagyon fontos kiszállni ezekből a mintákból. Robin, nagyon szépen köszönöm ezt a mai interjút, és én nagyon bízom benne, hogy az, aki eddig nem ismerte a könyvedet, vagy nem hallott róla, viszont ezt a videót látta, a könyvnek a címe ismétlen még egyszer Uralt az elméd, és a Bioenergeti kiadó gondozásában jelent meg, online is megkapható, illetve a Libriben is megvásárolható. Tehát mindenki, aki most találkozott először és hallott erről a könyvről, és reméljük, hogy felkeltette az érdeklődését, és meg fogja vásárolni, és el fog kezdeni saját magán dolgozni is. Úgy fogja egyre inkább jobban érezni magát a bőrében. Úgyhogy köszönöm szépen, Robi, még egyszer ezt a fantasztikus interjút, és köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és további szép estét, szép napot kívánok. Szia, Robi! Sziasztok! Szép estét, szervusz!